Hello mindenkinek, itt vagyok Észak-Magyarországon, az Aggteleki Nemzeti Park területén. Ez a Mohos Tavak Természetvédelmi Terület. Kelemér mellett található, a Kelemér-i Mohos Tavak vagy Mohos Láp néven megtaláljátok bárhol az interneten. Ez a természetvédelmi terület körülbelül olyan 60 hektáron terül el, 1951 óta van védelem alatt, majd 1986-ban kiterjesztették magát a területet, és a természetvédelmi besorolást is fokozottan védetre állították. Itt kettő darab mocsár található, a kismohos és a nagymohos. Majd el fogom mondani, hogy mikor és hogy keletkeztek, mik a jellemzőik, nagyjából ilyen méreteket is tudok majd mondani. Most megyek majd az autóhoz, én már befújtam magam szúnyogriasztóval, mert ahogy kiszálltam az autóból, egyből megtámadtak a szúnyogok, úgyhogy ha valaki ide akar jönni túrázni, nyilván akkor fel kell ezzel is készülnie. Úgyhogy most összeszedem a dolgaimat, és indulok a túrára. Magáról a megközelítésről annyit, hogy Kelemérről Putnokra vezet egy, hát majdnem ilyen hegyi út, annak mindenféle finomságával. Nem túl nagy minőségű, viszont aszfaltozott, kicsit töredezett meg kátyús, de el lehet jutni Kelemérről Putnokra. A kelemíri táblától olyan 3 km körüli távolságra van egy parkoló bent az erdőben. A kék túra, országos kék túra vonalát, hogyha követitek, akkor ide lehet találni. A parkoló bejáratánál van az a tábla, az a sárga és kék, ami az előző videó részletben benne volt, ott kell letérni, és majd innen a parkolótól megy az út tovább a mocsarakig. Ott majd lesz egy természetvédelmi tábla, tudjátok, ez az ovális. Arra felé kell majd indulni. Körülbelül olyan 50 méter lesz a szintkülönbség az egész túrán. Valami 2,5 kilométert írt maga a Nemzeti Parkos túra információ. Úgyhogy meglátjuk végül is, hogy mennyi lesz a vége. Mindjárt indulok. Egyszerű erdei út, jól járható, a kék túra jelzések látszanak, egyértelműek. Mit figyél magaddal? Hátizsákba víz, ennivaló, sapka, kalap, szúnyog és kullancsriasztó. Esőkabát vagy szélcseki, vízálló bakancs vagy gumicsizma. Töltsd fel a telefonod, a GPS sokat eszik, útközben át fog váltani a telefon szlovák hálózatot. Közben itt a szúnyogok végig zsonganak a fülemben, meg valami legyek. És nem tágítanak, s itt szinten. Komolyan, elég durva mennyiségű repülőjószág van most itt. Mennyire fog belehallatszani a mikrofonba, hogy itt zizegnek. Sic. Úgyhogy remélem, hogy jó irányba indultam el, jó ösvényen. Mondjuk itt volt felfestve, sőt, előttem már látom, ott van az országos kék túra felfestett dolga. Ott van a túra. Közben szemben már jönnek az ismerősök, akikkel a parkolóban találkoztam. Találtatok valamit? Semmi gomba? Azt megkérdezzük, hogy egyébként, mert én még képzeld el, itt nőttem föl, meg ide sokat jártam, azért nem voltam még a látnál, hogy ez melyik irányban van egyébként? Ezen az ösvényen van végig, hát valami 2 kilométer körül, és kettőn van, először lesz majd a nagyobbik, hát az olyan 110 méter hosszú
Nem, 350 méter hosszú és 110 méter széles mocsár. Utána lesz a kisebbik, az is valami 300 méter hosszú, de az már csak 50 méter széles. Aha, értem. De csak annyit látszik, hogy ilyen cupogós, mocsaras, meg ilyen buckás tőzeg moha lesz majd. Ez a mohás volt. Akkor gyakorlatilag csak az úton kell legyen semmi. Persze már fel van töltődve, meg folyamatosan töltődik, meg ugye ez a tartós hőség, meg az eső nélkül időszak nem tesz jót neki, de sajnos pusztulóban vannak azért fokozottan védett természetvédelmi terület. Meg Európában nem is nagyon van ilyen más? Hát nagyon kevés van. Hasonló módon jött létre a Siroki nyíriestó. Az is ilyen suvadástól, de a hegyoldal megindult, és akkor maradt egy mélyedés, aminek vízáró az alja, és felgyűlt a csapadékvíz, és abban megteremtettek a növények. Nem semmi, nem semmi. Ja. Na, a fiatalokkal megbeszéltem itt a dolgot, elmagyaráztam, hogy merre van a mocsár, hogyha majd legközelebb jönnek, akkor merre kell menni. Ja, ahogy mondtam, szerintem hogy a Nemzeti Parknak a honlapján fent vannak és fent van ez a túra útvonal Google Maps-es instrukcióval. Hát szerintem itt erre jövök. És nagyon jól el lehet tájékozódni. Nyilván a parkolótól van kiírva és jelezve a túraútvonal. Annyi, hogy majd a nagymohos mocsár mellett csak elvezet a túra, a kismohos pedig megkerüli, és majd visszafele ugyanúgy a nagymohos mellett jön az egész túraút. Egyébként a Nemzeti Park szervez is ide szakvezetéses túrát, be lehet jelentkezni. Azt hiszem, hogy valami 1500 forint a jelentkezési díj. Úgyhogy aki szakmai dolgokat is akar hallani, az nyugodtan jelentkezzen rá és fizessen be. Mint hogyha lent egy patak is csörgedezne. Igen, itt van egy ilyen kis saras rész. Na, egyébként ott a tábláknál, ahol kezdtem a videót mondani, vagy felvenni, ott egyből az volt az első megmozdulásom, hogy megcsípett egy csalán. Egyébként szép így az erdő. Tök csend van. A szúnyogokat a fülemnél leszámítva, meg ezt a zengő legyet, vagy nem tudom mit. Megnyitok már innen. Nagyon durva. Sicce. De hogy csak a jobb fülemnél, hát odaütöttem.
azt kell mondjam, hogy már itt is vagyunk, Nagymohosnál. Ilyen közel van itt a... Au! Valami megszúrt. Úgyhogy ez már a mocsár. És kb. Ugyanúgy, mint a Siroki nyírjes tónál. Szóval kb. Ugyanúgy, mint a Siroki nyírjes tónál. Itt is van egy külső ilyen lagzóna, ami picit ilyen nyílt, vizes, zsombékos, gyalogakácsa, vagy nem tudom mivel benőtt rész, és ahogy látszik, ide lejárnak az állatok inni. Nagyon sok állati lábnyom van. És valahol bent ott van a tőzegmoha. Én látszik, hogy itt a mocsár területén alacsonyabbak a fák. Itt látom, hogy nyírfák is ott vannak. Itt a szélén pedig ugye az erdő, annak pedig megint magasabb a fa állománya. Egyébként a Google Maps-en és a műholdas felvételeken nagyon jól kivehető ez a kettő mocsárkaré. Itt már nagyon jó idő van a mocsárnál, meg az erdőben is azért van páratartalom, viszont ezek a szúnyogok és a zengőlegyek, ezek már kicsit kiborítanak. Na de mindegy, itt van mögöttem a mocsár, ez a nagy mohos, körülbelül olyan 350 méter hosszú, a legnagyobb szélessége a 110 méter, és valami 4,1-2 hektár a maga a területe. Na de nézzük, hogyan is jött létre ez a mocsár, mármint mind a kettő, mert egyébként nem egyszerre jöttek létre. Itt, ahol állunk egyébként, ez a Piroska hegy, amely üledékes kőzetből épül fel. A 6. és 7. jégkorszak után keletkeztek ezek a tavak. Szóval az öregebbik a Nagymohos tó, amely körülbelül olyan 25 ezer éve jött létre, a Kismohos pedig olyan 15-12 ezer éve jöhetett létre. Mind a kettő ugyanúgy alakult ki. Az akkori hűvösebb és csapadékosabb éghajlat miatt a hegyoldal nagyon átázott, és az egész talaj a növényzettel lecsúszott róla. Maradt egy mélyedés a hegyoldalban, aminek az alja vízáró kőzet, és ebben megállt a csapadékvíz, valamint a talajvíz. Egy tóvá alakult, végülis kettővé, de ugye különállóak, és ebben a tóban jelentek meg aztán a mocsári növények, közöttük a tőzegmoha is. Az évezredek alatt ez a moha ugye benőtte a tavat, megtelepedtek rajta egyéb növények, mint gyapjúsás, vidrafű, tőzegpáfrány, valamint a nyír- és fűzfajok. A jelenlegi szárazabb klíma sajnos nem kedvez ennek a folyamatnak, gyorsítja, egyre kevesebb a víz ezekben a területekben. Azt tudni kell, hogy mind a két tó teljesen különálló, mondjuk vízrajzilag a környékbeli folyóktól vagy tavaktól, csak a csapadékvíz és a talajvíz táplálja, és emiatt ugye ki van téve magának az időjárásnak. Ugye, ha még nem tudtátok, akkor elmondom, hogy jelenleg is egy jégkorszaknak a közepén vagy végén vagyunk. Ugye akkor beszélünk jégkorszakról, hogyha valamelyik kontinenst szinte egybefüggő jégtakaró borítja. Ez igaz az Antarktiszra, valamint az északi sarki területet is ide soroljuk. Úgyhogy mivel most olvadnak ugye a jégsapkák, egyre melegebb van, úgy néz ki, hogy kifelé megyünk
a legutolsó jégkorszakból, de ez még mindig az. Annak ellenére, hogy globális felmelegedés van. A földbolygónak nem a jégkorszak a természetes állapota, hanem a jég nélküli, úgyhogy ez minket nem vigasztal, de ez sajnos így van földtörténetileg. Úgyhogy ha elolvad az összes jégsapka, akkor leszünk mondjuk normál állapotban, addig pedig majd megsülünk. Nem tudom, valami lesz velünk. Csak azért mondom, hogy persze parázunk a klímaváltozás miatt, de ha földtörténetileg nézzük, ugye ez a hetedik jégkorszak, közben voltak azért sokkal melegebb időszakok is. És hogy mit kell tudni a mocsár élővilágáról? A vadállatok szempontjából egy elszeparált zárványterületről van szó, ami azt jelenti, hogy azok az állatok, amik hagyományosan egy lábban, akár egy úszóláb, vagy egy dagadóláb, vagy bármilyen lábban megtalálhatók, azok közül itt nagyon kevés található meg. Egy-két különleges állat azért előfordul itt is, mint például a lápi bagolylepke, vagy egy különleges kalózpók, vagy egy új labdacs bogárfaj, amit például itt felfedeztek, de ezen kívül nagyon sok különleges, kifejezetten lápi állat nem igazán él. Növények szempontjából már változatosabb a helyzet. A 15 tőzegmaha faj mellett tarajos pajzsika, különböző sásfélék, ilyen gyapjúsás, molyhosnyír vagy fülesfűz, amik itt megtalálhatók. Ja, és majdnem kifelejtettem a legfontosabbat, a kereklevelű harmadfüvet, ami itt is él, az ország pár pontjához hasonlóan. Most még nem jutottam el a tőzegmahás részhez, de már szerintem majd lassan közel járok, úgyhogy hát bemenni nem biztos, hogy be tudok, mert csak egy túrabakancsot hoztam és gumicsizmát nem, de majd meglátjuk, hogy mit látunk az egészből. Megérkeztem a kismohoshoz, innen kezdődik, látszik, nem tudom, hát nem nagyon látszik a kamerán, hogy itt azért kicsit alacsonyabb a növényzet, mint a környező fák. Már megcsípett a csalán, szét zsongták a fejemet ezek a apró pici legyek. Nagyon durva páratartalom is, az idő is jó egyébként, a hőmérséklet. Az interneten nyilván megnéztem a képeket ezekről a tőzegmahás élőhelyekről. Egy csomó olyan képet találtam, ahol ilyen, folyik a víz, ahol ilyen tőzegmahás, buckás, ligetes részek vannak. Én a nagy mohos tónál ilyet nem találtam. Kíváncsi leszek, hogy itt a kicsi körül esetleg lesz-e ilyen. Hát ebből a szempontból egy picit még csalódott vagyok, de remélem, hogy be lesz pótolva ez a hiányosság. Kereklevelű harmadfüvet is nyilván még nem láttam, mert a másik tónál ugye a külső vizes zónán ugye nem lehetett átmenni, mert annyira cuppogós, így is már egy kicsit sáros vagyok, mert beljebb mentem a mocsaras részre, úgyhogy most a kisebbik tavat fogom körbejárni. Remélem több szerencsével járok, mondjuk tőzegmoha meg kereklevelű harmadfű tekintetében.
Hú, na kérem, bejöttem ide a mocsárba, kész vagyok, mint a matekházi. Meg is merült a bakancsom, ilyen sáros trutyi lett az egész, mert nem hoztam gumicsizmát. Ennyit arról, hogy mennyire vagyok én felkészült az igazi túrázásban, de egyébként eszembe jutott, csak ha hajnalban már nem akartam kimenni a gumicsizmáért. Úgyhogy itt vagyunk most bent, a kis mocsár az elég szép egyébként itt a moha tekintetében. Kereklevelű harmadfüvet is láttam. Pont itt van a hátam mögött egy jó, hát nem tudom, fél négyzetméternyi csoport. Mellette pedig ilyen kisebb tenyérnyi csoportocskák. Amit látszik, itt a moha teteje az egy picit megvan barnulva, száradva. Hát ezt gondolom az extrém hőség miatt. Most is nagyon jó idő van, nem tudom milyen a páratartalom, de 90% fölött van. Nem csak tőzegmoha található itt, hanem ilyen csillagmoha, meg szőrmoha, egyéb dolgok. Úgyhogy jó ez az egész. Cuppog, össze-vissza, süpped. Gombák is vannak egyébként. Még mászkálok, vannak mélyebb részek, ahol jobban el lehet süllyedni. Majd vigyázok. Azt mondja, hogy nézem közben a harmadfüveket is. Hopp, itt is van a lábam alatt. Majd, ja, egyébként a gombák környezetében egy kicsi penész is található. Vagy az már a beindult gombaspórák. Ezek a pici bogarak mindig nyüzsögnek. Úgyhogy még majd ilyen közeli felvételek lesznek a kereklevelő harmadfűről. Egyébként ez a tőzegmohás párna, ez körülbelül olyan másfél méter mély körül lehet. Akkora volt ez a mélyedés, ami itt maradt a suvadás után, ahogy leomlott a hegyoldal. És ez annak idén ugye nyílt vízfelszín volt, de ahogy látjátok, most már itt mindenféle koros fák vannak. Szerintem nyírfák, fülesfűz, meg egyéb dolgok, mindenféle ilyen sásfélék, meg tőzegpáfrány, amit el lehet képzelni, meg jó pár gomba, úgyhogy csinálok még egy pár felvételt, aztán ugye mindjárt jön, jaj, mindjárt jön Norbi, itt ugrál majd a tőzegmohán, hogy ég a zsír, igazán van, és jót is tesz az egészségnek, olyan, mint egy szauna egyébként ez az egész, úgyhogy fú, királyság. Úgyhogy szép nagy ez a terület. Ugye megfordulok, és itt mögöttem van egy picit olyan sötét-zöldesebb moha, az már ilyen csillagmoha szerűség. A között már csak elvétve találhatók tőzegmoha foltok. De a hátam mögött az a világosabb, nem tudom, nagyon sokáig ellátni, és az végig tőzegmoha. Egy kicsit arról, hogy mennyire süpped ez a moha. Ahogy látszik, itt már egyébként jön fel a víz. Az, hogy most itt mászkálok benne, attól semmi baja nem lesz, ugyanis nagyon jól kirúgja magát, úgymond, és vissza fog állni az eredeti állapotába. Itt látszik, hogy vannak ilyen pici ösvények, ezeken az állatok bejárnak, és ezeket ki is járják, és itt vannak ilyen mélyebb részek, ahol még cuppogósabb az egész. Látszik, hogy már jön fel a víz, úgyhogy van itt nedvesség, csak nyilván, hogyha több, ja, ott jöttem be. De nyilván, hogyha egészében több a nedvesség, akkor ez a moha párna megemelkedik, mert ez, ugye ez dagadó láb. Ugye a tőzegmoha az a térfogatának a 8-szorosát képes felvenni vízből, és ha igazából megdagad, akkor még vastagabb az egész párna, és ki fog emelkedni. Ugye itt látszik, hogy a fatövében már egy picit meg van száradva, és hogyha
esik még majd eső, megemelkedik ez az egész szint, és szépen azok is felveszik a vizet. Itt bóklászok egy kicsit. Itt már látszik, hogy vörösebb tőzegmaha is van. De, mint mondtam, ebben a mocsárban 15 féle tőzegmaha él. Hát a legtöbbet nem is tudjuk megkülönböztetni egymástól, mert nagyon hasonlóak, csak mikroszkópikus szinten lehet őket megkülönböztetni. Hello! Itt az árnyékom. Úgyhogy még egy kicsit itt mászkálok nektek. Hát, ha találok még erre kereklevelű harmadhüvet. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a kis tóban legalább be lehet jutni erre a részre. Egy részről, más részről nem, mert ugye akkor több ember bejár, de mondjuk akit nem érdekel tőzegmaha meg a kereklevelű harmadfű, az nyilván ide nem fog gumicsizmát hozni és direkt ezért bejönni. A szakvezetéses túrákon is beszoktak jönni, úgy tudom, erre a területre. Valamint, nem tudom, aki régre, még hopp, itt egy jó száraz terület, ahova látszik, hogy odasüt a nap, ott azért csak megszárad a maha, ahol pedig árnyékban van, ott szép nedves. Ez úgy látszik, hogy ez itt egy szárazabb rész. Lehet, hogy magasabban van egy picikét, lehet, itt több az elszáradt maha. Szóval azt akartam mondani, hogy aki elég öreg hozzá, az ismeri a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozatot, amelyiknek a, ugye ez még az eredeti 70-es években készült sorozat, és közben itt a kis gombákat próbálom levideózgatni. Szóval a Másfél millió lépés Magyarországon című sorozatban szintén bejöttek ide a mocsárba, és a Zólyomi úr, a híres öreg biológus beszél itt a mocsának a kialakulásáról, a legendájáról, mit kell róla tudni, hogy jött létre. Kb. Ugyanazokat mondja el, mint én, mert nyilván megnéztem, mielőtt jöttem. De most azt nem tudom, hogy bevágom ide a videó végére ezeket a részleteket, mert lehet, hogy letiltja a YouTube, mármint hogy a gazdája a jog. Ja, hallatszik ilyen morgás, bugyorgás. Az nem én vagyok, hanem maga a moha, ahogy a talpam alatt ugye szökik belőle a víz meg a levegő. Kint érdekes élmény ezen járni, olyan, mint egy vízágy. Ugye ez a legtöbb ilyen tőzegmahás lápra igaz, hogy aki jár már egyben, az tudja, hogy mire számíthat, mikor megy a következőre. No, végül is a nagyját most már bemutattam ennek a tőzegmahás lápnak. Amit láttátok, elég szép kiterjedésű, nagyon sok moha van. Van kereklevelű harmadfű is, és hát egy tényleg különleges hely az országban, és méltó is a védelemre. Úgyhogy ha megtetszett ez a hely, és szeretnétek idejönni, én bátorítalak benneteket, nagyon különleges hely, különleges atmoszférája van.
arra kérlek benneteket, hogy vigyázzatok mindenre, ne hozzatok szemetet, ne vigyetek el semmit, egy dolgot hagyjatok itt, a lábnyomotokat. A Mohosházban az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság által létrehozott állandó kiállítás látható, amely a Mohos tavakat, a Mohosvár történetét, valamint a falutái és kultúrtörténetét mutatja be, de esetenként időszaki kiállítások is megtekinthetők. A ház alak sorában foglalkoztató terem várja a környékbeli, valamint a kiránduló iskolás csoportokat, ahol rendhagyó természetismeret órára és egyéb környezeti nevelési programokra van lehetőség. A műemlék védettséggel felruházott ház 2003-ra gyakorlatilag megsemmisült. Rekonstrukciójára a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság jóvoltából került sor 2004-ben. Közben, ahogy kocsikázok, egy-két dolgot észreveszek. Biztos ismeritek azt a növényt, ami itt van a hátam mögött, ez az amerikai aranyvesző, vagy szolidágó. Az az igazság, hogy annyira agresszív faj. A gyökere olyan gyorsan és nagy területen terjed, hogy szinte képtelenség megállítani. Ráadásul nagyon sűrűn nőnek a tövei, nagyon sok az elágazás, és teljesen kiszorít maga mellől, vagy maga alól minden más növényt. A méhészek szeretik, mert elég jó mézelő, de sajnos tönkre teszi az itthoni flórát. Ha már errefelé járok, nem hagyhattam ki a lehetőséget, hogy megosszam veletek a nagy titkot. Itt egy kutya, én meg sátán vagyok.
Szóval sátán vagyok, eljöttem sátára. Hátam mögött van egy szinte átlagosnak tűnő katolikus templom. Normál barokk stílusban, nem tudom mikor épült, 1800-as, 700-as években épült újjá. Nem is a kinézete a lényeg, hanem a neve, ami tök vicces szerintem. Olajban főtt Szent János temploma. Na, végül is az a történet, hogy Szent János Róma kapuinál egy forró olajjal telt kádba vagy katlanba tették, és onnan, mint egy terminátor, hajaszálas-e görbölve, kimászott, vagy kiugrott, vagy kiszállt, vagy nem tudom, valami történt, viszont semmi baj nem lett, és innen a név, hogy olajban főtt Szent János. Egyébként sáta első említése körülbelül 1300-as évekre tehető, vagy 1300 elejére. Most olyan 1060 fő él a faluban. Ja, van az a legenda, amikor a szomszéd faluból elindult a pap ide, hogy kiírta ott a templom ajtajára, hogy a mai mise elmarad, sátán vagyok. Úgyhogy ez ilyen urbán legend, de valószínűleg megtörtént, vagy csak visznek szánta valaki, de szerintem jó pofa. Így a nap végére elhoztam önmagamat a Lászbérci víztározóhoz, és csodák csodája, itt is találkoztam a barátaimmal. Mindjárt mutatom a háttérben. Adám, a Szolidágó itt is van, valamint ott nagyon messze még a háttérben is, úgyhogy nem szabadulunk tőle. Szolidágó támadás alatt áll az ország, legalábbis Észak-Magyarország. Sajnálatos. A haverját egyébként be sem mutattam, a japán keserűfüvet, mert az is elég invazív, nagyon csúnya növény, nagyon nagyra nő, olyan 2-3 méteresre is. Romániában is nagyon sokat látok belőlük, úgyhogy támadás alatt állunk sajnos. Egyébként ez a víztározónak a dédes tapolcsány felőli ága. Bán horváti felől van, azt hiszem a második, ez ilyen patkó alakú a Lászbérci víztározó. A part mentén húzódik a szalamandra tanösvény, azt még majd gyorsan megnézem. Nem tudom, hogy itt maradok éjszakára, majd meglátom. Szóval, ha nem kerül olyan sokba, akkor lájkoljátok a videót, nézzetek meg a régebbi részeket, kérdezzetek, és szerintem én most elgyalogolok a naplementébe. Sziasztok!